A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 2-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először az Atlantis program történéseiről láthatnak egy beszámolót, majd a hétvégi versünnep előzeteseként nézzünk meg a döntős fiatalok versmondásait. Tartsanak velünk! Cél a színházra és az életre nevelés, az Atlantis program nem csak művészeti, de oktatási és közművelődési akcióprogram is, amely segíthet abban, hogy a színház megtartsa, illetve kinevelje saját közönségét. 14 oktatási intézmény általános és középiskola színjátszó csoportja mutatkozott be az esemény keretében a Vörösmarty Színházban. Ó Rómeó, miért vagy te Rómeó? Tagadd meg atyád, és dobd el neved, és ha nem teszed, csak esküdj kedvesemmé, és majd én nem leszek Capulet tovább. Fiatalság szerelem, William Shakespeare Romeo és Júlia drámáját vitték színre hétfőn este a város fiataljai a Vörösmarty Színházban. Székesfehérvár mintegy 14 oktatási intézményéből általános és középiskolai színjátszó csoportok mutathatták be tehetségüket a Teátrum Atlantis programjának keretében. Nagyon jó látni, hogy a többi fehérvári diák színjátszó csoport mit hoz össze, és az egész hangulat, amiközben itt vagyunk a színházban, a készülődés is nyilván a saját külön kis csoportunkkal, és utána az összes, hogy így a többi iskolából is találkozok a többi diákkal, és együtt lehet velük tölteni az időt, megnézni, hogy ők mit hoztak össze. Mercúcio és Öcse Valentin. Capulet nagybácsi és lányai. Ez egy vacsora lista, meghívottak neveivel. Úgy van. Na és hova jöjjenek ezek a meghívottak és mikor? Hát ide este a Capulet házba. És ha maguk nem a Montagu házból vannak, jöjjenek el, dobjanak be pár pohárral. Nálam lesz az egyik italos tálca. Hajrá! Az Atlantis előadás az egyik legfontosabb alkotó eleme az Atlantis programnak, olyan színházi előadás, melyben a darab létrehozásától a kivitelezésen át, egészen a színpadi megvalósulásig valamennyi munkafázisban részt vesznek a diákok. A polgármester szerint hatalmas erény, hogy a város ilyen sok tehetséges fiatallal büszkélkedhet, számukra nagy lehetőséget kínál a program. Azt hiszem, hogy egy nagy élmény mindenkinek. Remélem, hogy annak is, aki ebben részt vesz, annak biztos, aki ezt csak nézi és hallgatja, és rácsodálkozik évről évre arra, hogy mennyi tehetséges fiatal van ebben a városban, aki szereti a kultúrát, szereti a színházat, szereti a színház világát. És szerintem persze biztos, hogy izgulnak ilyenkor a csapatok, ez nyilvánvaló, hiába mondjuk, hogy ne izguljanak, természetszerű, hogy izgulnak, de közben egy óriási lehetőség, és bizony benne egy nagy élmény nekik, hogy a Vörösmarty Színház nagy színpadára felléphetnek, hogy itt napokon keresztül a színházban élhetnek, hogy megtapasztalják, hogy miért is csoda a színház világja, és ennek ők aktív részesei, szereplői, a tanárok pedig kiváló felkészítők és igazi rendezők, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog megelevedni ez a darab most nagyon sok iskola, sok színjázó csoportján keresztül a színpadon, és az sem titok, hogy egy kis különlegességgel is készülünk, hiszen a tavalyi esztendőben azt mondtuk, hogy annyira jól sikerült ez az egész nap, hogy most már ez igazi mozgalom, és ha mozgalom, akkor csináljunk valami diákszínházat a Vörösmarty Színházon belül, úgyhogy a fődíj, amit most még nem tudunk, hogy kikap, és pontosan hogy is fog ez kinézni, az ehhez fog kapcsolódni, hogy ez az elképzelés a következő évadjában a Vörösmarty Színháznak már igazi, megjelenő kis színházi produkciót is jelentse majd a legügyesebbek részére. Az Atlantis program célja a színházra nevelés. Nagyon szép és beszédes a címe, Atlantis. Mi az Atlantis? Egy földrész, ami elsüllyedt, és mi nagyon nem szeretnénk, hogyha a fiatalok generációja az egy elsüllyedt generáció volna, legalábbis a színház számára. Tehát az Atlantis az a mi számunkra a reményt fogalmazza meg, azt a reményt, hogy ez a generáció, ezek a fiatalok idővel a színháznak ugyanolyan szerves közönségévé válnak, mint a mostaniak. Kés. Tény, ami tény, egész Veronában tisztelik őt, mint becsületes derék ifjút. A város minden kincsét meg nem éri, hogy az én házamban érje sérelem. Úgyhogy tűrd el, legyobb, ha rá se nézel. Ez a kívánságom, tartsd tiszteletben.
És ne füstölök, bárban itt járkálni nem való. De itt van ez a betolakodó, ezt nem tűröm! Pedig tűröd bizony! A mindenit, fiam, kihez beszélek, kitagozott te vagy én! Még hogy nem tűröm a Istenit! Botránycsálsz a vendégek előtt, ne kakasd, hogy el itt ne jászd a hőst! Bácsi, ez megalázó! Elemről szól, és ezzel tulajdonképpen mindent megmondtam. Tehát az ember ebben a korszakában találkozik legelőször az élet egyik legnagyobb ajándékával és a szerelemmel. És aztán viaskodik vele egész életében persze, de mégis az első találkozás és ez a fiatalkori találkozás az mindenki számára kitörölhetetlen emlék. A Rómeó és Júliánnál jobbat igazából nem lehetne találni ebben a témában. Ballér Bianca a Vörös Marti Színház társulatának tagja nem először vett részt mentorként a programban. A mentor az, aki végig kíséri az iskoláknak a próba folyamatát, akik ugye felkészülnek az előadással vagy előadás részlettel, és akkor lényegében így kijárunk az iskolákhoz, nézzük a próbákat. Én leginkább így a színészethez szoktam hozzászólni, vagy a rendezéshez, a diákoknak szoktam segítséget nyújtani a szövegértelmezésben, vagy a színészetben, a karakterek megformálásában, és akkor, amikor már ugye jönnek be a színházi próbákra, akkor tulajdonképpen ilyen összekötő kapocs is vagyunk, hogy segítünk mondjuk kellékeket beszerezni, vagy akár díszlet elemeket, kisebbeket, vagy segítünk összeállítani az előadásban mondjuk a fényt, vagy a hangokat, szóval egy ilyen segítő. Borzasztóan, amikor megtudtam, hogy elutazik, zokogni kezdtem. De azt ugye tudod, hogy ezt mind azért teszi, hogy ti együtt lehessetek. Igen, és ezt értékelem is, de attól tartok, hogy amire elmegy, engem beházasítanak, és már késő lesz. Julia, hogy vagy? Nem jól, jó anyám. Unokabátyád halála a baj. A sírból könnyen nem tudod kimosni, s ha ki tudnád is, akkor se támadna föl. Fejezd be! A gyász jó szívre mutat, de túl sok gyász mögött kevés az ész. Nem is a sírás, hanem az ember hiányzik. A gyászt életben tartod, a barátot úgysem tudod. 2 éve vagyok mentor. Tavaly előtt csak a Comenius iskolában voltam, tavaly pedig a Tóparti iskola is hozzájött, tehát most 2 iskolám van, a Tóparti meg a Comenius, és mind a kettőt nagyon szeretem, nagyon különbözőek egyébként. A Comenius nagyon nagy hangsúlyt fektet mindig akár a látványra, vagy a jelmezre, ott külön a diákok közül kerülnek ki, akik a jelmezt is tervezik, meg most például idén az egyik kislány varta meg a szoknyákat, meg a ruhákat, meg a látványban is. A Tópartiban pedig mindig az volt az élményem, hogy nagyon-nagyon-nagyon kreatívak, nagyon ügyesek a saját szövegek írásában és az improkban is, úgyhogy mind a kettő iskolát nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sokat tanulok tőlük. Felség! A feleségem éjjel meghal! Fiam kitiltását nem érte túl! Mi más bálat támadhat vénfejemre? Nézd meg és lásd! A fiat halott. Ó, neveletlen! Micsoda dolog apád előtt sírba tolakodni! Most a türelem uralkodjék a fájdalom felett! Vezessétek elő, aki gyanúsított! Én nagyon-nagyon szeretem. Egyrészt mindig jó érzés, bár még én sem vagyok annyira öreg, de ilyenkor azért rájövök, hogy egy picit azért, de... Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon jó érzés így megismerni a fiatalokat, akár csak a szlengjeiket, vagy hogy éppen így miben vannak, milyen közösséget alkotnak, vagy akár milyen zenéket hallgatnak. Szóval engem nagyon-nagyon feltölt közöttük lenni, és általában azt hiszem, hogy ezt jól csinálom, hogy jól érem el azt, hogy egyszerre tiszteljenek is, de mégis ilyen barát haverként is kezeljenek. Tehát, ha mondjuk nagyon zajonganak, akkor oda tudok szólni szigorúan, és tisztelnek, ezáltal kapok tekintélyt is, viszont ha van valami problémájuk, akkor nagyon nagy bizalommal tudnak hozzám fordulni, úgyhogy azt hiszem, hogy van egy ilyen kölcsönös szeretet. Hogy jöttél be ide és mit akarsz? A kertfal magas, átmászni nehéz. A vágy röpített át a falakon, hisz nem állhatja útját holmi kő. Ha itt meglátnak, azonnal megölnek. Ezúttal a Teleki Blanka gimnázium és a Ciszterci Szent István gimnázium színjátszó csoportjai taroltak. Ők ősszel a nagy közönség előtt is bemutathatják majd tehetségüket a Vörös Marti Színház nagy színpadán.
Április 13-án szombaton a Városháza dísztermében kerül sor a 14. székesfehérvári versünnep döntőjére. Most nézzük meg a döntőbe jutott fiatalok versmondását. Radnóti Miklós, 7. ekloga. Látod-e, esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad töltkerítés barak oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, s csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, s a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vaktetejéről búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán? S van, mint amikor bevonultunk, és aki jobbra nyöszörög, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a lágerőre, és posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos, olasz, szakadár, szerb. Mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár. Szép asszonyi szót. Szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhákostroma megújul, de a légsereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága, suhognak az álmok? Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szitt cigarettát érzek a számban csókot íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se, élni se, nélküled immár. József Attila. Ó szív, nyugodj! Fegyverben révet fönn a téli ég, kemény a menny, és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok?
Egy szalmaszál nagyon helyezkedik a csontozott uton. Kis, száraz nemzet izgágán szuszog, zúzódik, zizzen, izzad és buzog. Te fönn a hegyen ágyat bont a köd, mint egykor mellét, mellé leülök. Bajos széljaját csendben hallgatom, csak hulló hajam repes vállamon. Ó szív, nyugodj! Vadborók a hegyén szerelem szólal, incselek felém. Pirkadó madár, karcsú, koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Arany János, a hamis tanú. Állj elő, Vén Márkus, vedd le a süveget, add süsse a napfény, galamb ősz fejedet. Tartsd fel három ujjad, esküdjél az égre, Atya, Fiú, Szentlélek, hármas istenségre, hogy az a darab föld, amelyen most állasz, nem tartsai birtok, ladányi határoz. Elé áll a Márkus, térdben összeesve, görnyedező háttal, mintha sírt kereste. Téli fának innéd, mint a zúz belombol. Fázik, aki ránéz, s a halálra gondol. Kezei reszketnek. Tán erő hiában, tán a lelki vádtól, vénység áll arcában. Esküszöl. Esküszöm az élő Istenre, utolsó napomra és örök idvemre. Esküszöl. Esküszöm, s ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, így kizárja lelkem, a ma sebes örvényhány torgasson engem. Lakom a ladányban. Muzsika, mulatság. Ejhaj, dínom-dánom, milyenk az igazság? Nem az ilyen madár, aki elszalajtja, s kinek a foga fáj, tartja nyelvét rajta. Lám a Vén Márkusnak esze volt előre, talpa alá tette, úgy esküdt a földre. Ott iszik az öreg a tanáccsal a sorban, de mintha keserőt érezne a borban, hazamegy, komor lesz, szó kifogy belőle. Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre. Négy harang siratja, két pap megdicséri, mint becses vendéget sok nép kikíséri. Elkíséri a nép a kicsi ajtóig, mellyel a világ élet becsukódik. Nyitva már az ajtó, készen a sír szája. Úgy látszik, hogy éppen a halottat várja. Zeng a búcsóének, a kapa megcsillan, fekszik a koporsó odalent a sírban. És a fekete föld, amint hull, nyögve a koporsó megrendül, megindul, kivetődik a sír dobbanó partjára, ropogva szakadt föl fedelének zára. Megrázkódik a test, és talpra ugorván szeme fehérével körülnéz mogorván. És amint három ujját emeli az égre, úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne. Majd a néptolongás közepébe törvén, odafelé tartol kutatás az örvény. Hol a forgó habok, leszállván a mélybe, fejöket befúrják a parás fövénybe. Az időtől fogva, mikor a hold felkel, és a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, gyakran láti Márkust, ég felé az ujja, mélységből kibukni és elmerülni újra, és miképp izgága volt egész élete, így kötődik szóval. Oldjak-e? Kössek-e? Ne felejetek rá, körözsi halászok. Két élő a kérdés, bajt hozna reátok. Kötni, összekötni hálótok egy bokba. Oldni, széjjel oldná hosszan a habokba. Halkan imádkozva evezzetek itt el, és ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel. Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő vagy? Semmi.
És kártya perdül, kártya mén bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzad ki homlokán, tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül. Magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet. Nyerész szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva, ki véknyen üt, ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő kiállik, s körülforong kíváncsian, majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új hit, avatni mit? Vigan. Gyerünk, ki kezdje? A galampár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után. S buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a milliósom van a sor, bátran öregem. A megszökött minden adósom. Így szökni tisztesebb nekem. S elsimul a víz tükre len. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet. Pedig viseltem négy évtizedig. S kört körre hány a barna hullám, ahogy letűnnek itt, vagy ott. Jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt. Pénzem elfogyott. Nem adtak? Ugram hát nagyot. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet. Mégis nyomorog. Fogad be. Nyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve. Egy úrinő lomhán kikel. Ah, kínos élet. Reggel estve öltözni és vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtett fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont. A többi sugdos, a bolond. Szúrtos fiú ennek nyakába hátul ott terem, s ketten röpülnek a Dunába. Lábszíra várt a mesterem, de várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik.
és élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a kézfogásig, és elvette Alfred a húgom. Eltűnnek mind a járt úton. Párbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként. Seregben cikázva némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak föl-föl reppenve szállanak. Óriás szemekben hull lezápor, lent táncol óriás buborék. Félkörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézz a fiú. Nem látja többé. Elméje bódult, szeme vak. De amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a hét. Csend mindenütt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.